Indul a Népligeti felüljáró műszaki felmérése. A hídon a városközpont irányába egy, a városközpontból kifelé változatlanul két sáv lesz járható. A felüljárón továbbra is biztonságosan lehet közlekedni, az érvényben lévő súlykorlátozás figyelembevételével. A 12 tonnánál nehezebb járművek nem hajthatnak át rajta. A BKK által üzemeltetett buszok esetében a 19 tonnánál nehezebb járművekre vonatkozik a korlátozás. A hídon a Budapest Közút ZRT megbízásából két hossztartó hídgerendát bontottak ki, majd a kiemelt mintákon és a feltáruló szerkezeti elemeken szakemberek bevonásával helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat végeztek. A forgalomterelés kiépítése február 20-án kezdődik. A felüljáró Pénzmerde előtti szakaszán a városközpont felé vezető oldalon a külső sávot körülbelül 200 méter hosszan egymásba kapcsolt betonterelő elemekkel fogják leválasztani. A városközpont irányába egy, a városközpontból kifelé változatlanul két sáv lesz járható. A felüljáró alatt a 2022. decemberében lezárt parkolóhelyek továbbra sem lesznek használhatóak, valamint a híd alatt vezető kerékpáros nyomvonal is lezárva marad. A helyszíni vizsgálatok befejezését követően ideiglenes jelleggel helyreállítják és javítják a megbontott vasbeton felületeket, hogy megakadályozzák a további állagromlást. A helyszíni munkák várhatóan július elején fejeződnek be. A műszaki felmérés eredményeinek kiértékelése után őszre készül részletes szakvélemény a szerkezeti elemekről, valamint a híd további használhatóságának feltételeiről.